Több százezer ember él súlyos nélkülözésben Magyarországon a KSH és az Eurostat legfrissebb adatai szerint. Ez azt is jelenti, hogy minden tizedik magyar nem tud fűteni, nem tudják fizetni a váratlan kiadásokat, nem jutnak húshoz legalább két naponta. A Demokratikus Koalíció szerint a kormány felelőssége, hogy nálunk csak Románia került hátrébb a felmérésben. Gréci Zsolttal beszélgetünk. Jó estét kívánok! Hát nagyon pikírt akarok lenni, akkor a hogy jut húshoz manapság egy fiatal, akkor itt a kukacos témát behozhatjuk, mert hogy ezzel a témával kapcsolatban is a DK tartott egy sajtótájékoztatót, és megmondom őszintén, hogy én meglepődtem, amikor az volt a végkicsengés ennek a sajtótájékoztatónak, hogy már a magyar kukacoktól és az uniónak kell megvédenie minket, meg a magyar gyerekeket. Ez talán így nincsen rendben, és talán inkább túl messzire futottak, ez nem egy uniós kérdés, nem? Szép jó estét kívánok mindenkinek. Ugye arról van szó, hogy magyar iskolások egyszerűen olyan ennivalót kaptak, amiben nem zsegtek a kukacok, és nyilvánvalóan vannak erre élelmiszer szabályozási, meg a fogyasztás szabályozó, a fogyasztás körülményeit szabályozó verdiktek az Európai Unióban és Magyarországon is, és az Európai Unió ezt például rendkívül szigorúan szabályozza egyébként a magyar hatóságok is elvileg. Tehát mi most arra hívtuk fel a figyelmet, így egy európai parlamenti kampány kellős közepén, hogy a magyar hatóságoknak nem csak a magyar szabályokat kell ez ügyben betartani, hanem az európai szabályokat is, túl azon, hogy ez nem, nyilván nem alapvetően nem jogi kérdés, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy egy magyar család, amelyik befizeti akár több tízezer forintos menzát a gyerekének, az ne kerüljön ilyen helyzetbe, ez elfogadhatatlan. Ugye egyelőre ott tartunk, hogy mutogat egymásra a közétkeztetést végző fideszes kötődésű cég és az önkormányzat, hogy hol került bele az étel a kukacba. És ezt azért remélhetőleg valaki ki fogja deríteni. Kicsit hasonlónak érzem ezt az uniós felvetést ahhoz, amikor nem csak a DK, hanem más ellenzéki pártok is az unióhoz fordulnak a uniós minimálbér, uniós nyugdíj kapcsán. Tehát, hogy amit mi nem tudunk megoldani, akkor rohanunk az unióhoz. Szerencsére mondjuk az élelmiszer ügyben, vagy hogy mi kerüljön a tányérunkra, és mi szabályos, mi nem, erre nagyon szigorú magyar szabályok is vannak. Csak hát ezeket be kellene tartani minden körülmények között. Alig pár napos hír volt, hogy döglött békát találtak egy másik étterem, nem tudom, raktárhelyiségében. Tehát azt gondolom, van ezzel mit csinálni. De ugye arra hívtuk fel a figyelmet, hogy ha magyar hatóságok ezt valamiért nem tudják elvégezni, akkor nyilvánvalóan az európai szabványokat, vagy az európai normákat is be kell tartani. Ha szabad azt mondanom, ez ügyben az is véd minket az Európai Unió, védhet minket mondjuk egy Európai Egyesült Államok, ahol ezeket a jogszabályokat nem csak előírják, hanem esetleg be is tartatják a nemzeti hatóságokkal. De tehát, hogy nem tud akkor olyan nyomást elérni a magyar választó, a magyar társadalom, hogy ezt betartassa? Mert hogy egyszerűen kínos, mert hogy ilyen nincs, mert hogy egy településnek a vezetőjét leváltják mondjuk ősszel a választáson, hogyha ezt nem tudja elérni? Hát egyrészt ennek nyilván olyan következményeknek kéne, hogy legyen, hogy az, aki ezt leszállította, vagy ahol ez megtörtént, ott azonnal fejeknek kéne porba hullani. Miután ezek az élelmezési cégek azért ilyen-olyan módon a sajtó szerint erősen köthető fideszes politikusokhoz, így ennek az esetleges politikai vetületeit is érdemes lenne megnézni. De most a első és legfontosabb az, hogy a kukacok kerüljenek ki a tányérból, és a gyerekek tisztességes, rendes ennivalót kapjanak, ha már a szülők fizetnek érte. Na, és akkor ezen a nyomvonalon haladva, ugye a bejátszóban is említettünk egy friss, annyiban nem friss, hogy 2017-18-as adatok, de hát ezek a legfrissebbek, amik most nyilvánosságra kerültek. 974 ezer magyar van, aki súlyos anyagi nélkülözés közepette éli az életét. Ez egy speciális statisztikai mérőszám, 9 tényezőből ugye 4-et szokás ide sorolni, közben a nézők láthatják, hogy Magyarország hol áll, és hát nem jó helyen állunk. Ott látjuk az EU átlagot, és még az alatt van jóval Magyarország. Olyanokról van szó, hogy mondjuk valaki nem tudja fűteni a lakását, a váratlan kiadásokat nem tudja rendezni, nem tud egy hétre elutazni, nincs mosógépe, tévéje, telefonja, és ebből 4 legyen igaz. Viszont azt is hozzáteszi ez a mérés, hogy azért egy picit javultunk. És akkor ez innentől kezdve megint a számokkal való játék, nem? Az elmúlt 9 éve kormányoznak Orbánék. Ezek a számok rettenetesek. Az a javulás, ami esetleg ilyen minimálisan kijön, az eltörpül ahhoz képest, úgy, hogy közben meg napi 2 milliárd
forintnyi euró érkezik be az országba, amivel családok százezreinek és millióinak lehetne jobb az élete, hogy miközben ez van az egyik oldalon, meg kell nézni, hogy mondjuk a cseheknél mi van, vagy a románoknál, vagy a szlovákoknál, vagy a lengyeleknél. Éppen egészségügyi adat volt 2 nappal ezelőtt, hogy a cseh orvosok bére eléri az Európai Uniós átlagot. Meg kell nézni, hogy a magyaroké hogy áll. És akkor ez az csak a szegénységnek egy általános kivetülése, hogy hogyan néz ki gyakorlatilag Magyarország, hogyan maradunk le a régióban. És hát ez a kormány pedig nem a szegénység ellen harcol, hanem mintha szándékosan pártolná a szegénységet. Minél kiszolgáltatottabb több százezer ember, annál jobban lehet manipulálni. Például a szavazataikat egy kiló krumplival, egy közmunkás, akinek a bére a helyi önkormányzattól függ, vagy a polgármestertől, annak azt kell mondani csak, hogy a Fideszre szavazó, különben nincs munkád, és még hosszasan sorolhatnám. Pont ezt akartam mondani, hogy ha azt mondja, hogy a Fidesz pártolja a szegénységet, akkor az is igaz, hogy a szegények megpártolják a Fideszt, és azért az meg nyilván nem igaz, hogy minden szegény egy kiló krumpliért adja el a szavazatát. Nem, a kiszolgáltatottságot használja ki a Fidesz. Ezért beszél például a DK európai minimálbérről, európai minimálnyugdíjról, európai családi pótlékról, mert akkor ezek a sokkal kevesebb lenne a kiszolgáltatott Magyarországon. Kevesebb lenne a szegény ember, aki attól függ éppen, hogy az állam hogyan és mennyire hajlandó róla gondoskodni. És akkor most az inflációs adatokat nem is emlegettem, hogy közel 4% az infláció. Hát brutális árak vannak a közértekben. Egyik nap bemegy az ember egy közértbe, és 30 forint a zsömle, másik nap meg 42. Ugyanaz a zsömle. Tehát ilyen áremelkedések vannak. Ezen nyilvánvalóan egyszerűen muszáj és amikor valamit elmennek, ezzel kezdeni. Most nyilván minden nap tucat lakossági fórumot tartanak a DK-s politikusok is, és azt mondják, hogyha bekerül 2 DK-s az Európai Parlamentbe, akkor itt nem tudom, 1-2 éven belül európai minimálbér lesz, ezt elhiszik. Mert hogy ez ennél egy sokkal nagyobb horderejű döntés. Ezért mondja, ráadásul Brexit után, akkor, amikor az összköltségvetés csökken. Ugye ezért mondja Dobrev Klára azt, hogy minden hónapban be fog számolni arról, hogy hol tart ezzel a munkával. Másrészt pedig én azt látom, hogy van egy fogékonyság, van egy reménykedés, hogy ez mégiscsak megvalósítható. Éppen egy olyan rendezvényről jöttem, amin Gyurcsány Ferenc vett részt, kifejezetten fiataloknak. Volt egy rendezvény, hát folytak ki a teremből, még az utcán is álltak, annyian voltak, és ezek mind középiskolákosok és egyetemisták voltak. És értették és érezték, hogy az ő problémáik, hogy mi lesz a tandíjjal, mi lesz a lakhatással, hogy miért van az, hogy az ő korosztályuknak a fele el akar menni ebből az országból, az szorosan összekötődik azzal, amit a DK mond, mikor családi pótlékról beszél. Mert előbb-utóbb ezek a fiatalok, hogy gimnazisták, egyetemisták voltak, előbb-utóbb oda jutnak el pár éven belül, hogy családot akarnak alapítani. Hol fognak ők lakni? Milyen családi pótlék, milyen szociális védőháló lesz alattuk. És pontosan értették és érzik, hogy ez egy európai parlamenti választáson Dobrev Klára hívó szavára hány százezer embert fog mozgósítani, és illetve az egész részvételhez képest hogyan és mint, azt nyilván ma senki nem tudja, de muszáj ezt a mankót megadnunk az embereknek. Igen, de ugye a nagyobb képben meg az a kérdés, hogy Dobrev Klára és mondjuk az MSZP, vagy egyébként már az LMP is, hogyha Vágó Gábor kijut, azért hangsúlyozta azt, hogy igen, szociális együttműködés kell az uniós képviselők között. Az a kérdés, hogy talál-e maguknak uniós szinten partnereket, mondjuk egy ilyen rossz megítélésű Magyarország képviselőjeként, milyen helyzetben vannak? A baloldali pártcsaládok, liberálisok, zöldek, szocialisták, demokraták érzik, meg értik, hogy ezt a szociális Európát miért mondják a magyarok. Pontosan az előző szegénységi adatok miatt. Hogy nem élhetünk olyan körülmények között, hogy ugyanazt a munkát elvégzi egy autógyárban egy német, és Magyarországon egy magyar, és a fele harmada a fizetése annak, amit a német kap. Pedig ugyanazt a munkát végzi, és ugyanaz az autó jön ki a futószalag végén. Tehát, hogyha valaki végig dolgozott egy életet tisztességesen, egy idős, ma már idős ember, hogy annak miért 80 ezer forint a nyugdíja, vagy még kevesebb esetleg, amikor 300 ezer, meg 400 ezer, meg 500 ezer forintra átszámítva. Hát ugye erre gondolom majd Csaba László, aki a következő vendégem lesz, és a közgazdászok azt mondják, hogy lehet, hogy Jóska bácsi rendesen dolgozott, de attól még a magyar munkás termelékenysége az finoman szóval nem olyan jó, mint a nyugat-európai. Ezt értem, de akkor is el kell jutni erre a szintre. Tehát előbb-utóbb
muszáj a magyar állampolgárnak egyenértékűnek lenni egy hollandal, egy dánnal vagy egy franciával. Ezt a szociális Európát képviseli a demokratikus koalíció. De ez nem biztos, hogy fölülről hirtelen adott juttatásokkal kell elérni, hanem a gazdaság teljesítő képességével, nem? Az egy másik történet lenne, hogy hol tart a magyar gazdaság és miért, hogy ezek az adatok jók-e vagy nem, mert a Fidesz persze el van ájulva ezektől az adatoktól, de azért a mélyére nézünk, azért nagyon sok komoly strukturális problémák vannak, de ettől még Magyarországon milliók vágynak arra, hogy azt, hogy egyszerűen a családi pótlékuk magasabb legyen, a kezdőbérük magasabb legyen. Ma említettem az előbb ezt a cseh orvosi adatot. Eléri a cseh kezdő orvosok bére az európai átlagot, a magyaroké meg nem. Na, elismernek innen. Ezzel sajnos a másik történettel folytatjuk. Csaba Lászlóval köszönöm szépen, hogy eljött a reklám után, tartsanak velünk.